karácsonyi ünnepeket követően Budapesten egy Kispest egész területén is szervezetten összegyűjti és elszállítja a fenyőfákat az FKF ZRT. A becslések szerint mintegy 500-600 ezer darab tűlevelű kerül ki ilyenkor az utcákra. A tapasztalatok szerint vízkereszt, azaz január 6-át követően kezdődik az igazi kihelyezési dömping, amely általában egy-másfél hónapig tart. Ilyenkor úgynevezett fenyőfajáratok szállítják el a már feleslegessé vált karácsonyfákat. Ezt követően normál hulladékszállítógépek gyűjtik majd össze az örökzöldeket. Ha olyan méretű a fenyőfa, hogy azt a hulladékszállítógéppel nem tudják összeaprítani, akkor a fát másik szállítójármű viszi el a helyszínről. Az itt élők több lehetőség közül is választhatnak. A háztartási személygyűjtők mellé vagy a kijelölt gyűjtőhelyek egyikére tehetik ki a fákat. Az első esetben azonban figyelni kell arra, hogy a fák ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, vagy a gépkocsik forgalmát. A fákat a cég hasznosítja, először aprítják azokat, majd ezt követően a fővárosi hulladékhasznosító műkazánjaiba kerülnek. A fenyőfák a magas gyantartalom miatt kitűnő tüzelőanyagok, amelyekből az elégetéssel több tízezer budapesti háztartás számára biztosítanak fűtési hőt és villamos áramot. A gyűjtőhelyek Kispesten az előző évivel azonos helyszínek, és a képernyőn látható térképen zölddel vannak jelölve.